Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Mészáros Imre, a Goly Motorosok Egyesületének elnöke a következő levelet jutatta el hozzánk, idézem. 2006. október 30-án valótlanul állították, hogy Kosári Domokos professzor urat a Goly Motorosok valamelyike is megzavarta. A rendőrség is igazolhatja, hogy motorosaim sem ott, sem más helyen nem zavarták meg a rendet, sőt, méltóság teljesen ünnepeltek. Azok a zsidó származású motorosok, akik velünk ünnepeltek, jelezték, hogy szívesen tanúsítják, miszerint nyomát sem tapasztalták az antiszemitizmus bármilyen jelének. Majd így folytatja, lehet bennünket szeretni vagy sem, szívük joga, de kérem önöket, hogy kellő információval és a tények birtokában bírálják egyesületünket. Minden motorosnak széles utat, önöknek pedig további kellemes, boldog éveket kívánunk. Köszönjük szépen. Én nem tudom, hogy a Goly vagy nem Goly a következő nézők, minden esetre ebből is idézek. Nem lehet, hogy angol. Ez volt egy öngoly. Ezt mondják mi. Jártok teniszezni? Azt hittem, hogy együtt, Jézusom, hogy nem az, hogy a gyors vagy, mindenki ezt mondja mindig. Teniszezni? Paf, ez így? Uh-huh. Nem. Egy, meg kéne próbálni. Minek? Egyébként is jót tenne neked. Hasamra gondolsz? Zakóimnak jót tenne, tehát akkor tovább mennénk. Egy budapesti nézőnk Farkasházi Tivadartól érdeklődik, hogy tudja-e, mi lett a hármas befutója az október 23-ai Astoria Barostér ünnepi handicapnek. Jó magam, így a levélíró a Petrétei Bene Gergényi trióra fogadtam. Reagáljál, Teddy, valami. Nem muszáj természetesen. Nem, ez majd olyan műsor lesz, hogy nem szólunk hozzá semmihez, csak olvasgatunk hangosan. Nem nagyon tudunk röhögni szerintem ezen. Ez 23-ai meccsről van. Uh-huh. De vagy az futam, vagy mi? Vagy az a helyzet, amikor... Júci, kicsit dőjél le egy olyan urára. Biztos, hogy vasárnap, ami, vagyis hogy szombaton, ami már volt és lesz. Mekkora én biztos, művész, mekkora ugye? Művész. Én biztos, hogy nem megyek ki a lakásomból, mert azt, amit én 23-án átéltem, azt én soha a büdös életben sehol, és soha többet nem szeretném. Én beragadtam a Nagymező utcába, a Thália Színházban volt délelőtt próbánk. És valahogy úgy nem taxit nem tudtak küldeni, és én nem messze lakom onnan, hogy uszkve 20 perc gyalog, és valahogy pont úgy belekerültem egy ilyen nagyobb tömegbe, amelyikkel semmi probléma nem volt, tehát nem a... Amíg meg nem ütöttek, hát nyilván. Tehát nem azok voltak, akik egyébként barhisztak, hanem akik mondjuk azon a nagygyűlésen voltak. És egy olyan fajta fölháborodott agresszió volt az egészben, hogy ez lehet, hogy az én üldözésim, de én mellékutcákon próbáltam hazajutni. Effektíve, mint a filmeken. Tehát próbáltam, hál' Istennek a sapkám nálam volt, azt a fejembe húzni, és mellékutcákon erre, arra, amarra... De sapka nélkül is megismernek? Tehát... Én arról beszélek, hogy egy olyan városban voltam 23-án, ahol olyan szorongást és félelmet éltem át, amelyet soha a büdös életbe előtte sehol, legfeljebb olvastam róla és filmekben láttam, és nem óhajtom ezt semmilyen körülmények között soha, semmikor átélni. Jó neked! Mert te már legalább hazaértél, de mi tegnap a Jucival játszottunk, holnap fogunk tegnap színházban. Azt se tudom, hogy jutok oda be, mert nekünk kutya kötelességünk bemenni, és onnan haza is kéne jutni. Tehát én még nem tudom ma, hogy holnap, hogy érek haza, vasárnap, hogy olyan erről beszéljek. Olyan jobb lettünk voltunk. Nem, ez borzasztó, gyerekek. Ugye az ember ezen gondolkodik, hogy jut el a munkahelyére. Hiszen nem szórakozni, nem tüntetni, nem hőbörögni, nem koncertezni megyek, János, hanem dolgozni. Na de jön a néző. Ha jön a néző, mert én ha néző lennék, és nem akarok beszél senkit, mondja, vagy megy ilyenkor a színházba, kiírva. Nem tudom, hogy megvan-e a kocsim, egyáltalán hazajutok-e. Hát szóval ilyen, nem nekem az kedvem ment el az egész, János, úgy, ahogy van. Bocsánat, akiknek ez volt a céljuk, gratulálok, mert sikerült. Na ne, János. Mindent inkább a napos oldaláról lássatok. Menj, hogy esetleg a... Te nagy ember vagy, rád jobban sütanak. Én a napos járdaszigetről kiáltottam. Könnyebb fél is mentél egyszer a napos oldalra.
Szólt pedig egy bosszút rossz? Állok, bátyám, Le Briquet Márki haláláért. De ez mennyivel tisztább lenne, hogy a Orbán azt mondja a Gyurcsánynak, gyere ki a húra, vagy a műfáz elé, válasz fegyvernemet, párbajozzunk. Aki nyer, azután megyünk, csak hagyják már abba ezt az egész dilit. Igen. Régen ez így is volt, hát ezt tanultuk, hogy ez így volt, de mostanában van valami a huncut dolog, hogy 4 évenként van egy választás. Semmi értelme, tudom, már látom, de hogy mostanában így, de hát egy hülye szokás. Majd leszokunk erről lassan, és akkor megijön a középkor, úgyhogy de jó kedvű vagyok. Egy másik nézőnk. De még a Trója című filmben is az volt. Na hogy mi a, volt? Hát tudod, hogy ne üljék láttam, ott. De elfelejtettem, hogy ne legyen ott sok embernek baj. Ott is az volt, azt hiszem a Brad Pitt kiállt valamelyikkel, és amelyik nyert, annak a csapata bemehetett, a többi meg szomorú volt ugyan kicsit, de hazament. De aztán kivöltöttek, hogy mondjon le a Brad Pitt, de hát akkor már megette a fene az egészet. De az nem jó, ha állandóan párbajoznak, nem? Hát... Ez nem úgy van. Napi párbaj, vagy ez mi? Már egy nagyon régi kapcsolat közöttük, és már minden volt, és most ki kell, egyszerűen ellaposodott, és már próbálták azt, hogy ráhúzza, meg rátolja, és most ezt a szadomazó vonalat megpróbálják, hogy így szadomazó. Beöltöznek sokan tömeg ilyen gruppen jelleggel. Ja, és akkor hátha még... párbajból vérbaj. Hátha még érdekes. Állítólag a Mozart a varázsfúvolát úgy írta meg, hogy a Schikaneder, aki kvázi megrendelte az operát, annak elege lett már nagyon, hogy a híres Mozart össze-vissza mindenféléket csinált, megfogta a Mozartot és bezárta egy szobába. Mentek neki lányok, kaja, minden volt. De addig, amíg nem csinálta meg a varázsfúvolát, addig nem jöhetett ki. Mi van, hogyha fogjuk ezt, fogjuk azt, bezárjuk őket, kapnak lányokat, kaját, és amíg nem egyeznek meg, addig nem jöhetnek ki. Tehát ha lányokat, kajákat kapnak egy ilyen vita eltöntése, akkor vannak, akik nagyon sokáig ott bennmaradnának. Például én. Kinek bajad? Igen. Beadnak nekik egy ilyen konvergencia programot, azt hiszik valami zsidó átok. Egy másik nézőnk a Fidesz. Szép volt pedig konvergencia, de nem mindegy. Ez a hatal imés volt. Igen, kérdező, ülök az alul. Egy másik. Igen, barátom. Egy másik kedves nézőnk a Fidesz által tervezett 7 kérdéses népszavazással kapcsolatban azt írja, hogy nagy kár lenne 5 milliárd forintot elkölteni a közösből, inkább a kormány írjon ki egy 1 kérdéses népszavazást, azt talán kijön a feléből. Akarja-e, hogy ne legyen népszavazás? Szerintem, írja a levelezőnk, pillanatok alatt meg lenne a kellő számú aláírás. Igen, ez hogy kibírja a kormány a 7 fogást, gyerekkoromban volt ilyen. Farkas Tóni bácsi mondta ezt mindenkinek a végbe, ifjú kolléginál, hogy... Kibírod a 7 fogát? Igen, Tóni bácsi. De a második a pinnyád lesz. Igen. Egyébként ezt hadd tűzem, hogy jönnek ez egy 5 milliárd forint, valóban 5 milliárd forint, nagyon sok pénz, de ez a demokráciának egy abszolút törvényes és bevált útja, hogy ki lehet írni népszavazást. De állandóan. Na de szívem, de miről? Hát ez borzasztó, hát én is szívesen, hogy éljek soká, éljek örökké, szeretnék, sosem el meghalni, szeretnék. Én szeretném, hogy mindig nagyon tavasz gazdag legyen. Lenni szeretném. Nem így van, mert hogy összegyűjtesz azt hiszem hány 100 000 aláírást? Simán. Akkor, de a életem... Akkor kiírhatod azt, hogy akarják, hogy mindig hát, tavasz de jó, legyen. De, igen, jó, de váljatok, de a népszavazás még értem, de mi az, hogy elfordul népszavazás? Azt úgy nevezik. Figyelj, ő kírja. De mi az, hogy úgy döntön, elfordul népszavazás? Válaszolunk, hol így, hol úgy, aki elmegy, és utána megy minden úgy, hogy kell, hogy menjen. Hát te csak azt hiszed, ha nem úgy jön ki, akkor lesz egy akkor másik népszavazás. Akkor mi lesz? Hát nem így van ez de a elkép. Hát kezdődik előről megint. Hát nem, én december 4-én is volt egy népszavazás. Én tüntetni fogok. Volt egy népszavazás, és akkor az végül is lezajlott. De akkor bocsánat, csinálunk minden évben egy költségvetést, csinálunk. A kormány csinál. Igen, elszóltam magam, én csinálom otthon titokban, és küldöm neki. Én is csinálok egyébként költségvetést otthon. Csak a Mimi rácsap a kezedre.
Tivadar, mondjon le! De csinálnak egy költségvetést, és akkor népszavazzunk róla, hogy nem jó, akkor mit csinál a kormány? Az egyik kérdés arról szól, hogy lehessen jogilag számon kérni a költségvetési hiányt, meg magán a kormányon, a kormány tagjain. De hogyha számon lehet kérni, akkor nem döntheti el a nép, hogy ők mit szeretnének, vagy mit nem, úgy személyesen, hogy ők azt szeretnék, hogy nagyobb legyen a pénzük, vagy a nyugdíjuk, vagy bármiuk. Vagy igen, vagy nem, vagy mi van? A kettő együtt nem mehet. Ha higgyék el, ha egyszer ő föl kell, nagyon nagy dolgokat fog majd mondani. Most még nem. Jó van, szeretlek. Majd később fogunk híreket is olvasni, meg minden. Na de most kiderült, hogy... Hirtelen gondolat. Persze. Most kiderült. Az annyira hirtelen volt, kiderült, hogy így áll mindenki, nem is érti. Sokáig azt hittük a tüntetés abból áll, hogy valóban elmennek tüntetni, aztán hazamennek. Most kiderült, hogy a tüntetés az, hogy egy évig ott maradnak. Tehát itt van egy jó kézaggal szakosodott párt, aki most rájött arra, ugye, hogy a demokrácia népszavazásból áll. Ha most azt mondják holnap, hogy ne 7, hanem 700 népszavazás. Legyünk őszinték, egész Magyarország joghézagra van szakosodva. Végül... Meg nem hír volt még? Nem, még ma nem volt. Majd a jövő héten lesznek hírek. Végül nekem írt levelet Tipcsi. Én gondolom, hogy a kész átverés is lette, majd tovább küldöm Balázsnak. Na mindegy, a levél így szól, tárgy 10 millió forint. Ha ezt a levelet nem olvasod el, kapsz 10 millió forintot. Elolvastad, elb***tad. Higgyétek el, ez tényleg működik. Elolvastam én is, és nem kaptam 10 milliót. Látod, Laci, végre valami, ami nem egy hülye átverés. Mint ahogy az sem, hogy itt van velünk. Bajor Imre! Demőr János! Hernádi Judi, Alföldi Robert, Hajós András, Farkasházi Tivadar. Hatalmas ember volt, hatalmas hanggal és lenyűgöző színészi képességgel, írta Gregor Józsefről a keddi The New York Times. Jó volt ránézni. Olyan ember volt, hogy egyszerűen öröm volt ránézni. Mindig örültem, amikor vele találkoztam. Mindig vidám lettem. Én azt hiszem, soha nem láttam még olyat, hogy valaki a halált is ilyen mérhetetlen intelligenciával és elegánsan csinálja. Az, hogy ő pár hónappal ezelőtt, amikor szerintem már tudta, akkor ő azt mondta, hogy nagyon köszöni, elfáradt, semmi más. Tehát, hogy ezt is olyan igazi nagy művész mondja, nem? Nagyon jó pasi volt. Ő az első ember, aki ebből a műsorból eltávozott. Nem távoztál el. Ugyanis Gregor József 2003. januárjában itt volt velünk, és kellemes orgánumával, fantasztikus humorával pótolhatatlan beszélgető társunk volt. Őt idézzük most. Én például hogy kerülök ide? Ezt kérdeztük mi is. Hát ez állítólag a Verebesnek volt a hülye ötlete, hogy én ide bejöjjek. Mert én szeretem a zenét. De nem, hát három, gyakorlatilag ugye negyedik éve megy ez a műsor. Én 4 éve megy, minden adást láttam. Azért így. De nem, a múlt hetit nem láttam egyedül, azt mondták, hogy az volt a legjobb. Vagy azt mondták, hogy az volt az egyetlen jó. Ha mindegy. De minden este egyet nem értek. Nem vagyok se egyetemi tanár Szegeden, mint aki itt szokott ülni, a Havas. Nem tudok egy rendes zsidó viccet elmondani. Azon kívül egy normális trippert nem tudtam összeszedni az életemben. Az lehet, hogy tripper nem, de viszont basszista vagy. Azért vagy itt, mert szeretünk, na. Így van. Jaj, várj az... Egy túrót. Jaj, nézd, van neki egy hangja, mert mindig énekel itt, ott, ott, nem, ez egy nagy szám. De hogy humora van? Én azt kinek, mondtam. Azt mondták egyébként, amikor bejöttünk ebbe a VIP szobába, hogy mindenki fog segíteni. Állítólag a Gál Völgyinek az utolsó segítsége az volt, hogy kitöltött nekem egy kávét. El kell mondjam,
mindenkinek, hogy gyerek, én az életemben még úgy nem voltam betolva, és olyan sápadtan nem érkeztem sehova, mint ma ide, amikor abban a VIP terembe be kellett venni, és csupa ilyen, ilyen palit láttam, és én bejövök ide, és teljesen, hogy atya úristen, hát ez, én ahhoz vagyok megszokva, hogy amit a Verdi megírt, azt itt meg eléneklem, ahogy tudom, meg beskálázok, meg nem tudom, és erre, majd alszom én, na most gyerekek, ehelyett itt kapok egy ilyen, borzalma. Tehát gyerekek, valami, egyébként nagyon köszönöm, és nagyon jól érzem magam. Azt szeretném mondani, hogy én komendáltam ide a Gregorióskát. Köszönöm, hogy eljött, hogy egy ilyen léha, kétséges társaságban jelen lettél. Te, aki a Scalában, Metropolitanban és még számtalan helyen Magyar Állami Operátor, Kossuth is bejött. Igen. Hogy azt gondolom, hogy hát könnyebb nem lesz ezután, de ugyanolyan nagy művész maradsz, mint amilyen voltál, és utoljára Kálmán Gyurinál élveztem úgy, hogy valakinek hallottam pusztán a hangját. Köszönöm, hogy itt voltál. Szép azért tapssal búcsúzni, nem? A Polgár Lacival és a Kovács Kolossal hármasban csináltak, három basszussal, volt több ilyen műsoruk. És hát egy nagy humorista volt az opera színpadon, a Basiliótól az Ozminik. Fantasztikus, hogy mit játszottak össze. Zseniálisak voltak. Az első lemeze, ugye az még ilyen bakelit lemez volt, és én arra emlékszem, hogy így csináltad a... Jaj, az ja, igen, megvan a nekem is, igen. Őszinte leszek, én megnéztem, és mondtam, hogy mi ez a szakácskönyv? tényleg ezt hittem hirtelen, és akkor rájöttem, hogy nem, és nem is értettem ezt, és akkor meghallgattam, és rájöttem, hogy egy ínyenc. Tehát tényleg, és egyébként kajába is az volt, tehát abszolút, de hogy egy ínyenc, ahogy énekelt, ahogy azt csinálta, ő egy ínyenc, hogy tényleg egy ilyen, így. Ínyenc, mert ilyen. És azért csinált. Igen, és állandó küzdködése volt a Józsinak a súlyával, mert egyszer együtt öltöztünk valami, és azt mondta, nézd ide, lefogytam 40 kilót, látszik, mondom, nem. De tényleg. A traktorral behajtani tilos táblák sokasságát szerelték fel Budapesten. Demszky kijelentette, én még akkora baromságot nem hallottam, hogy politikai okokból 1000 traktorral blokád alá lehessen vonni a várost. A gazdák lemondták a tüntetést, ám az Alkotmánybírósághoz fordulnak a betiltása miatt, jelentette ki Jakab István, a Magosz elnöke. Ennél a Magosznál lassan egy jogász többet ér, mint egy agronómus, nem? De mi lesz, hogyha az Alkotmánybíróság neki kitéli, akkor viszont kötelező lesz, mondjuk, mint a június 5-én megtartani, és akkor, hogy akkor pótlólag, vagy... És akkor mindannyian traktorral fogunk járni. De hogy miért nem maradnak otthon a falu, körbezárnák saját falujukat, vagy én gondolkodom, mint magánem, hogy le fogok menni Galgamácsára, és körbezárom a falut, hogy miért, de hogy mi a túrónak jönnek, hát miért Budapest az, amivel szórakozni lehet állandóan? Azért, mert hát itt egy kombinol, van... megáll, kész a város. Ez még a kombinós, ez egész nap áll a város. Adófizető ezt írta az interneten, én összesen csak egy táblát tennék ki a kormányzati negyedhez, Zsák utca. Ja. Én szerintem ebben még van egy kis ilyen jó kis humoros fricska is. A traktoros? Igen, a traktorral behajtani tilos. Azt majd én megnézlek téged, amikor a Csanádi utcában menekülünk együtt a traktorok elől. Én veled nem menekülök. És rajta lesznek ilyen asszonyok, meg még talán ilyen termények is, amivel minket ilyen répákkal, karalábékkal dobálnak. Jaj, tök jó, mert annyira drága arra felé a zöldség, hogy ezt értem. Arra felé. Lassan ki lehet jött, hogy tankkal behajtani tilos. Most már... De nem, hogy nem kezdődött el ilyen... De gondold el, hogy van egy alkotmányjogász élete csúcsa, érted? Hogy beválasztották, ezért tanult minden, és akkor jön a nagy kérdés, hogy 1000 traktorral be lehet-e hajtani. De itt van egy érdekes dolog, ezeknek a traktoroknak a 40%-a vagy EU, vagy állami pénz, közös pénz. Tehát azzal tüntetnek,
aminek egy jelentős részét kapták a közösből. De hát, hogy nem lehet... tüntetnek, csak visszahozták. Igen, és van egy... De gyerekek, hát... Teddy, van egy másik érdekes dolog a traktoroknál, hogy az a traktor, amelyik egyébként tüntet a betonon, az nem dolgozik. De mert... Ez például nagyon érdekes dolog. Gyerekek, ezek a szegény traktorosok a világon semmi rosszat nem akarnak. Az EU bürokrácia nagyon bonyolult. Nagyon olcsó lehetett ilyen tüntetési célú traktorokra pályázni regionálisan. És ott világosan le van írva, hogy évi kettő tüntetésen részt kell venni, akkor van egy 20%-os politikai engedmény. És kapnak támogatást. Ők megkapták a traktort, kapnak támogatást, és akkor kell nekik tüntetni. Hát most ehhez nem tudjuk őket hozzá segíteni. Kisgyerek valamire sír oda megy, azt mondja, édesapád van neked, azt mondja, nincs neked, mit történt, elütött a traktor. Édesanyád van, nincs, mit történt, elütött a traktor. Testvéred van, nincs, mit, elütött a traktor. Hát mit van neked, traktorom? Az a, és még nem a kombányra jönnek. Csak a végét mondod el. Ezt lehet fölvezetni. Az a baj egyébként ezzel az egész össze-vissza mindenféle mostansági tüntetéssel, hogy lejáratódik az a dolog, hogyha valódi probléma, vagy valódi baj van, ami ellen mondjuk nem az tüntetni, a, vagy föl kell emelni a szavunkat, akkor az már olyan lesz, mint a, ha már vicceknél tartunk, mint a pásztorfiú meg a farkas. De gyerekek, most ez egy nagyon fontos dolog, ők úgy gondolják, hogy ez valódi probléma. És ezt látnunk kéne, hogy ők ezt úgy gondolják, hogy valódi probléma. De, szóval esküszöm, a probléma ugyanaz, amiről beszélünk, csak ők innen nézik, mi meg, vagy nem. De mi az vagy az, nem az ők, Juci? Kikérem magamat, hogy mi. Igazad van. Szóval az egyik, egyik páran, páran onnan nézik. Mondják, ugyanazt, mindenki ugyanazt mondja. Egy pici szépségkívája van ennek az egész ügynek, hogyha mondjuk ez fél évvel ezelőtt van, vagy 8 hónappal ezelőtt van, vagy mondjuk nem tudja az ember ilyen nem túl bonyolult gondolkodással összekapcsolni bizonyos más eseményekkel, akkor egy kicsit jobban elhiszem, hogy ez a valódi problémáról szól, és nem másról. Az Észak-Koreában végrehajtott atomrobbantás óta jelentősen megnőtt Dél-Koreában az óvszerek eladása, és a szerelmi légyotra szakosodott hotelek forgalma. A Family Mart áruházlánc például napi 1930 csomag óvszert ad el, azelőtt 1503-at. A szakértők szerint az atomrobbantás óta jobban félnek az emberek, és a szexben keresnek vigaszt. Akkor nálunk is nagyon sokat kér. Ne arra, úgy csak azért azt akartam, hogy annyira, én úgy örültem, hogy a maghasadás után jön a maggömlés. Csak... Még mindig a... Ne arra, hogy adjuk ezért, könyörgöm! Bonyi, ugye Jákszó szintjére, Juci! De rájöttem erre este, komolyan jónak tűnt! De miről jutott eszedbe? Most csak ezt mondanak. Volt ott alatom magad, vagy mi? Juci olvasgatta az emlékkönyvét. Juci! Mi van? Ezt majd kívánok! El tudod képzelni magadat, hogy valaki úgy akar magáévá tenni, hogy természeti csapásokkal jogad téged? Te! Ez miért? De ennek van egy pszichológiája. Tényleg így van. Úgyis meghalunk holnap, ma még dobjunk ez egy. Ez az egy nap a világ érte. Igen. Én a Jánost akartam egy ilyen listát, próbáljuk ki, várjál. János, igen. Akkor tedd magadévá Jucit. János! Nem hoztam maga való szed, de meg... Na hát, Jani... Maga így jár társaságban? Hát, adódik valami. Adjon nekem, mert ő úgyis olvas. Ő meg szeret lufizni. Na. Influenza járvány. Jaj. Hepatitis. Aha. A tüdőbaj, amelyre nincs orvosság. Tömeges ételmérgezés. Gyilkos galóca. Betilalkohol. Kullancs. Homoki vipera. Cserép a tetőről. Ónos eső. Tükörjég. Földcsuszamlás. Erdőtűz. Tornádó. Hurikán. Cunami. Földrengés. Elment a fékolaj.
Rossz a szemafor. No. Kilopták a körtét a fénysorompóból. 50 autó a ködben. Nem nyílik ki a futómű. Atomreaktor üzemzavar. Belekeveredés bankrablásba. Terror cselekmény. Túlszejtés. Gátszakadás. Korai atomrobban. Ezt elkúrtuk. Úgy vagyok, mint a hófehérke, amikor a héttörpével lefeküdt, azt mondta, ez a hét is gyorsan elment. Erre a hónapra meg vagyok. Tedd írjál nekem jövő hónapra is. Az ilyen színészekre szokták azt mondani, hogy még a telefonkönyvet is el tudják játszani. Na, úgy látod, és ezt meghívok már biztos meghívok. És egy igazgató. De Jucival együtt mennék, Robi. Nem kell nekünk a nagy-nagy színpad. Ő játszik, én lihegek. És egyben, mint nézés közreműködsz. Ő néz negyedül, ez ma telt háznak számít. De ez tök jó, mert én fogok élvezni. Az igazgatónak mindig az a dolga, hogy élvezzem. Színésznek akkor szar, az igazgató nem élvez. És ez nem vicc. Ezt épp nem tudják. És ti állami támogatást kaptok. Igen, de nem adunk ki lemezt. Most egy kis reklám következik, és utána folytatjuk itt ezt a beszélgetést. Köszönjük, egyrészt csak illusztrálom a viccet, hogy ugye agresszív kismalac mondja, jó tündér, a kívánság az kívánság, hajolj szépen előre. Másfelől megtaláltam egy könyvet, kaptuk, és ti is. Hajoljunk mindenki, előre. Hajoljatok szépen előre. Jaj, kismalac! Szabó Zoltán, festőművész. Től kaptuk, jó, nagyon kedves szépen. A gesztus, így tisztelete jeléül. Igen. Benne is van, az aláírása nagyon szépen köszönjük, nagyon szépen. Angyalföldi Szabó Zoltán. Nekem mikor lesz egy alföldim? A beszáll. Nincs neki annyi pénze. Nekem van alföldi, de... Nekem is van. Tényleg? Igen. Megismerem a művész. Ha már mérges kismalacost mondtál, nekem ez a legkedvesebb viccem, hogy a mérges kismalac ül az almafán. És arra megy a jó tündér, és kérdezi, hát te mit csinálsz, kismalac? Megyetetek! Az almafán? Hoztam! Jó, ugye jó? Jó, ez nagyon jó. Ez baromi jó. És a mérges kismalac... Következő adásra megtanítlak téged, hogy hogy kell elmondani. De én egy igazgatónak ilyet nem mondom. De hát ő azért színész is. Nekem már nem. Nekem igazgató marad életem végéig, így néz. Mérges kismalac beleesik egy gödörbe, és üvöltik, hogy segítség, segítség. Ezt is majd később. Jó? És arra megy a jót, és azt mondja, jó van kismalac, várjál. Nem várok! Ez agresszív kismalac, nem? Ugyanaz. De agresszív kismalac, igen, hogy a jó tündér oda megy, hogy teljesítem egy kívánságodat, mond, dögölj meg! Hogy...
Szilvási György, a Nemzetbiztonsági, Rendészeti és Honvédelmi, illetve az Emberjogi Bizottság együttes ülésén lehallgatott telefonbeszélgetésekre hivatkozva ezt mondta, egyértelmű bizonyítékai vannak arról, hogy létezik egy szélsőjobboldali hálózat. A 64 vármegye, a Lelkiismeret 88, a kuruc.info egyes tagjai kapcsolatot kerestek és találtak a Magyarok Világszövetsége, a Jobbik Magyarország, a MIÉV, egyes fideszes szervezetek és a MAGOSZ egyes képviselőivel. Szilvási a részleteket az általa kért zárt ülésen ismertette, amelynek részleteit 80 évre titkosított. Akkor miről beszélünk? De már hallgasson. De ebből most derülődik kifelé. Én tényleg nem értettem ezt a 85, de elmondta egy ember nagyon értelmes, és azt mondta, hogy azért van titkosítva, és tényleg én olyan pipa lettem, hogy megint titkosítanak, hogy én. Ahogy a módszerek, tehát ahogy lehallgatták, ahogy beépültek, hogy azt nem lehet nyilvánosságra hozni, mert akkor nem lehet tovább működniük nekik úgy, ahogy eddig működtek. Kiderülnek a és ez körülbelül olyan, mint a Kennedy gyilkosság, olyan nagy dolog ez, úgyhogy, és hát ez meg is értettem. De volt például egy ilyen... De akkor mit nem titkosította? Azt, hogy fölkelt a nap aznap reggel. Ez... Hát de most Robi, de nem, ezt hát, eddig sejtetted ezt az összefüggést? Ugye, hogy nem tudtad, hogy a Jobbik, a MIÉV, a Fidesz bizonyos szárnyai és a magyar jobboldal kapcsolatot tart? Látod, erre nem gondoltál, de ők felfedezték. De többet most momentán nem mondhatnak, hogy van egy jobboldal, és erre rájöttek. De Robi, de nyilvánosságban titkosítják az egészet. Nyilvánosságban hoztak magnófelvételeket, tehát lehallgatok. Ilyen mondatok vannak benne, úgy húzzátok magatok a rendőket, hogy ne legyen összecsapás, vonuljatok visszafelé az asztalja felé. Jó, most itt a köcsögök egy 200 méter az asztaljától, a köcsögök a rendők, vagy az Arany János utcától. Mi vagyok a csuprok, és akkor... Mintha nem nagyon akarnának utánatok menni. Jó, mondom, kicsit hergeljétek a rendőket, de úgy, hogy ne legyen összecsapás, és húzzátok magatokkal az asztalja felé. Az illető megkerült és nyilatkozott azóta, tehát nem egy fiktív ember, vagy egy beépített ember. Hogy a Dunapartot is mondott, de azt mondták, hogy a teljes beszélgetés nyilvánosságra hozták. De akkor is jó mindegy. Mi az, hogy Dunapartot? Mondjad, egyetértek vele. Miért mondtad? Azért nem jó már megint az elejétől az egész. Mert mikor úgy kell, tehát egy titkos szolgálat szerintem, az vagy csinálja valamit úgy, hogy mi nem is tudunk róla, mert megelőzi. Mert ugye ez az egész arra volna jó, én valamire utálom, hogy mobiltelefonokat hallgatnak le, de jó, demokráciában azt mondja az ember, hogy hallgassák le a Csepcsányi néninek a mobiltelefonját, aki fölöttünk lakik és motoszkál állandóan. Mert fogok neki venni egy olyan partvist, aminek a feléről nincs lejöve már az, és nem kapirgatja, de mindegy. És őt is hallgassák le, mert lehet, hogy államellenesen kapirgál. És hogyha ő valóban a seprűjével el akar indulni, megdönteni az államhatalmat baloldalról régen, akkor őt fogják le. De most sem az nem, tehát az elmúlt napokban sem azt nem láttuk, hogy irtózatos védelem lett volna körülöttünk. Majd utána ezt csak előállnak, hogy van két ember, aki mondott valamit, utána azt mondják, hogy megdönthetetlen bizonyítékaik vannak, majd ezt titkosítják. Tehát a titkosszolgálatnak mit hiszünk el? Hát ott már minden más is lehet. Most, és mit akarsz mondani, mert nem értek semmit. Azt akarom mondani, azt akarom mondani, hogy ha valaki titkosít, majd utána adagol, akkor annak már nagyon nehéz lesz hinni. De értem, mi az, hogy titkosít, és követelték, hogy hozza nyilvánossága. És hát... ő ezt nem sejtette. A lényeg az, hogy megint ott vagyunk, megint a következőben vagyunk. Lehet, hogy van valamit, lehetett volna titkosítani. De ne beszélnél arról, hogy miről van szó, hogy arról, mit beszéltek. Arról beszélek. Eljut az agyadik, hogy azt mondták, de hogy húzzuk magukra. Miért hiszel el két mondatot? Miért hagyod, hogy hülyét csináljanak belőled hétről hétre? A jövő héten fog jönni két másik mondat, és akkor te megint kénytelen leszel mást mondani ebben a műsorban. Szórakoznak velünk, szivatnak minket. Nem, ezt én nem tudom, én nem vagyok titkos szolga, csak azt tudom, hogy az onnantól megint nem jó, hogy kiáll valaki és azt mondja, hogy hello, dokument, yes, de most momentán annyit mondanék, én azt hittem, hogy a hajós nem volt itt megokosodott, de nem. Én egész múlt héten semmi másról nem beszéltem. Tényleg nem érted, amiről beszélsz? János. Vagy csak beszélsz? János, lehet, hogy nem ugyanabban, valószínűleg az van, János, hogy nem ugyanabban a világban élünk. Nem, ezért azt a kérdést nekem légy szíves, ne tedd föl, hogy én mit értek és mit nem. De én nem értek, de nem is akarlak ezek. Főleg nyilvánosan ne tedd föl, én pontosan tudom, hogy én mit nem értek, de elmondom a véleményemet. És nem vagyok arra kíváncsi, de nem a hogy te rám támadj, és azt mondd, hogy az alapját nem érted, amiről beszélsz. Nem, szerintem te nem érted az alapját, méghozzá lehet, hogy évek óta, vagy évtizedek óta. Lehet. Erről fogunk itt vitatkozni, ez fogja érdekelni az embereket. Engem nem a Csepcsányi jobban érdekel a parkvisával. Szakadjuk le mindketten egymáshoz, és menjünk el egymás mellett, akkor majd én abba hagyom, amikor nem tetszik nektek. András, múlt héten történt egy bagatell dolog. De sértődök meg.
Dehogy sem. De én miért járok ide járni? Látod, hogy próbálkozunk. Mindent megteszünk. András, a múlt héten történt egy bagatell dolog, a melletted ülő fiatalember nem mehet hazamenni, sok ilyen ember volt az országban, és 10 napja azon vitatkozunk, nem én, hogy hogy keveredtek össze az emberek, amiről egy hete beszéltem, hogy végzetesen összekeveredett egy csomó dolog, és van egy egységes jobboldal is. Egyesek azt mondják, hogy vicces, kabaré szavak rátolás, ráhúzás, hogy rátolták a tüntetőket a Fidesz rendezvénye, ők meg azt mondják, hogy ráhúzták. Most kiderültek hangszalagok, hogy 8 rendőr mondja azt, hogy próbáljuk lezárni, hogy ne keveredjenek össze. Találtak 2 embert, hogyha ezek beépített emberek, és ez bizonyítható, hogy ezek beépített emberek, akkor mélységesen egyet fog érteni veled, vagy azok, akik azt mondják, hogy ezek ügynökök. De egyelőre az egyik büszkén vállalja, amit mondott. Én csak annyit mondtam, hogy ne ilyen gyorsan. Én nekem személyesen az a véleményem, csak ezt nem tudom megalapozni, ez szerintem provokáció volt. Én inkább annak hiszek, hogy valóban de voltak olyan elemek, hogy vannak olyan jobb, szélső jobboldali elemek, akik próbálták húzni oda a rendőröket. Nekem ez tűnik ilyetőnek. De ez a én csak azt akartam mondani, hogy ezt ebből, ennek, de nem, ezt most végigmondom. De elismerte az illető András. De pont az a titka a dolognak. Pont akkor vészel megint egy darab demokrácia, ha azért, mert az igazat mondják esetleg, de minősíthetetlen eszközökkel, azért azt nem lehet megengedni, hogy minős. Tehát én nem azt mondom, hogy nem biztos, hogy ez a rossz forgatókönyv, de azt mégsem lehet csinálni, hogy egyszer csak titkosítunk, utána adagolunk. Én csak erről beszélek, hogy most van egy olyan hangulat, és van egy olyan veszély, hogy például mi, mondjuk úgy, hogy az inkább baloldali értelmiség, mindent meg fog ezeknek engedni. Azért én többször hangot adtam annak, hogy egyszerűen irtózom Orbán Viktortól, ha megszólal a személyiségétől. Mondja le! Oké, rendben van, de ez nem jelenti azt, hogy azért annak, akire azért szavaztam, hogy bizonyos dolgokat állítson meg, mindent lépésről lépésre egy kis ujjon keresztül meg fogunk engedni. És én azt szeretném mondani, hogy szerintem ebben a háborús helyzetben, ami mondjuk politikai, kommunikációs háborús helyzetben, ez a legnagyobb veszély, hogy a srácok elkanászodnak. Ennyit akartam. De ezt egyet hadd mondjak. Az! Beléd folytottam a szót. És bocsánat, elnézést kérek tőled, János, a előbbi hangjáról. Most már csak András, de sokkal fontosabb kérdésről van szó, és te ezzel úgy csináltál, mintha mi valami lényegtelen dologról beszélnénk itt. Arról van szó, hogy mindenki azt mondta, hogy ne menjenek az Asztoriához, mert az egy veszélyes hely. Most kérdezlek téged, ha én vagyok a rendőrök, titkos rendőröknek a főnök, az a feladatom, hogy rátoljam a tüntetőket a Fideszre. Akkor, hogyha a Fidesz elmegy a Ligetbe, akkor honnan tudom a Kossuth tértől a Ligetig eltolni őket? Jó, az egy elég bonyolult dolog. Én csak fölteszek egy másik ugyanilyen hasonló kérdést. Én azt gondolom, hol a Pitlibe volt a titkos szolgálat 3 héttel előtte, amíg ezt mind valószínűleg ugyanezek az emberek, a Gyík, meg a Pöttöm, meg a Tyutyó, meg a Dodi, azok ugyanezt beszélték heteken át. Akkor hol voltak? Azt mondták, azt hallottam, vagy azt mondta, ez a Szilvási, ugye úgy hívják, azt mondta, hogy nem vettek a András, ha azt gondolod, hogy én hitelt adok ezeknek a dolgoknak, és azt gondolom, hogy ez egy szentírás, akkor neked mélységesen igazad van, és akkor egyetértünk. Nem erről van szó, csak arról van szó, hogyha én egy titkos rendőr vagyok, és rá kell tolnom a tüntetőket, akkor nem beszélem, hogy menjenek a Ligetbe, hanem azt mondom, jaj, de jó, hogy az Asztoriához mentek, mert nagyon könnyen rá tudom tolni őket. Titkos, de én például 3 nappal ezelőtt azt hallottam, hogy valaki tök hülye részegen ordított valamilyen kocsmába, hogy ő neki már fegyvere is van. Ezt csak úgy mondom. Én csak azt akarom mondani, és megpróbálom nagyon röviden, nagyon tömören elmondani. Hogy szerintem jogos igénye mindenkinek, hogy kiderüljön, hogy mi volt, hogy volt. Jó van. Várj, nem fejeztem be. Ez volt a bevezető, csak röviden volt, mint a tedén. Ebben a helyzetben, pszichés állapotban, amiben most vagyunk, már láttuk, hogy mi is, meg az egész ország, soha nem fogunk most oda eljutni, az egyik azt mondja, hogy oké, így van. Nem fogunk ide eljutni, se egyik oldalon, se másik oldalon. Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy és azt mondanánk, hogy
elkurtuk azt a bizonyos napot, hagyjuk már a francba az egészet, hogy kik ezt mondani. De nincs más megoldás, hát soha nem fog a másiknak igazat adni az egyik. Nem fog, itt fogjuk rágni 5-10 év múlva is ugyanez. Andris, én szerintem akkor fognak ezek a dolgok némileg elmúlni, amikor jönnek majd ez az uniós pénz elosztások, és ez sokkal érdekesebb lesz, és akkor majd azzal fognak talán foglalkozni. Én nem tudom, hogy ezzel mi lesz itt. Én nagyon van egy szomorú. Én tudok erre trükköt, rövid leszek, és higgadt. Na. Hogy de te is majdnem összevesztél a Janival. Igen, mert... De ez borzasztó. Azért, mert én arra ugrok, bocsánat, hogy leszokom róla, hogy ha az a kérdés jön, hogy te érted-e, hogy miről beszélsz, arra attól ideges vagyok. Attól az is ideges, aki egyébként hülye. Tehát lehet, hogy én egy... Az lehet, János, hogy én egy és hülye vagyok. És mind a kettő megvan. Szóval lehet, hogy én egy hülye vagyok, de ha erre emlékeztetsz, akkor nem tudom végigmondani, és hosszabban kell hallgatnod engem. Na mindegy. Szóval, hogy ez az egész szerintem abból táplálkozik, az az energiája, hogy az emberek Magyarországon elhitték, hogy két oldal van. Pedig nem két oldal van, és épp ez a cizellát látásmód, hogy mindenki a saját oldalának a stikliét is elkezdeni látni, az átrajzolhatná a képet, és akkor... Beszélek. De erről beszéltél, csak én annyival jobban mondtam el, nem is vagyok igazgató, mondjuk. Egy éves születésnapját ünnepli az Egy Csepp Figyelem Alapítvány, amelynek célja a cukorbetegség korai felismerése. Az alapítvány munkájának sikerét bizonyítja, hogy életre hívása óta több tízezren vették igénybe, a program nyújtotta lehetőségeket és segítséget, valamint hogy egyre többen szentelnek egy csepp figyelmet az egészségüknek. Ez egy szűrnek? Igen. Több ilyen akció. Megelőzés, de ez jó is, hát egy szúrás, én úgy félek ettől. Kérdezték, mert nekem 7-1 az relatíve magas, kérdezték, hogy milyen, vagy mikor ettem, mert mintha ettől függene, mondom, hát nézzék, maguk itt vannak, ez itt egy kolbászos sátor. Tőlünk ők vettek vért, amikor egyszer volt itt, hogy vért vettek tőlünk, azok ők voltak? Igen, azt hiszem. De minden esetre hát teljesen egy ilyen szempontból. Én próbáljátok ki Amerikában, hogy egy boltba kértek valami diabétes dolgot, úgy néznek rá, mint a majs lakója. Miért? Mert nincs. Alig van. Igen? Mert mi? De a legtöbb helyen csodálkoznak. Ilyet kérdez, hogy máshol jöttél, vagy mit akarsz? De miért, mert ők nem cukorbetegek? Hát dehogy nem. Hát de nézd de rájuk. Vagy ha még nem, akkor mindjárt azok lesznek. De hát az még nem jó. Hát nem abban... jöttek még rá. Hát... Majd megírjuk nekik. Cukorbetegek vagytok mind. Luci lassan vissza! Nagyon édes vagy, Luci! Ajajajaj! Időt kérünk! Na majd holnap rögjél, Luci! De megmondod, mit nevet most ennyire? Teljesen mi? Bármit, nézd ide! Kérd. Én színpadon olyan édes ilyenkor. Nézd, hogy kimehet a büfében. Nem is igaz, színpadon nem nevetek ennyit. Itt nem nevetek ott. Jó, persze, hogy nem nevetsz, ahhoz tudni kéne a szöveget. Na, de lehetél volna a világ első híres női bohóca. De miért? Csak sajnálhatod, hogy nem sikerült. De az fordítva, nem a bohócnak kell nevetni, hanem rajta kell nevetni. Nagy különbség azért. Na de ez milyen érdekes. Na de arra az esetre, ha van közönség. Ha nincs közönség, akkor a bohócnak magán kell nevetni. Bizony. Akkor ez van nálam. Megfigyelők szerint lemosta a felkészületlen szocialista képviselőket Orbán Viktor azon a bizottsági ülésen, amelynek célja éppen az ős sarokba szorítása. Sarokba. Látszik, hogy már régen nem voltam, figyelj! Fogkefét, 4 napi meleg élelmet és pulóvert szedjél össze. És Feri, mi mit gondolkodunk egy poénon? Ez meg azt mondja, a szarokba sorítás. Ennek így jön. Én kérek elnézést, tényleg. Jó, na.
Ezt simán 5 évben megszámolják neked. Na. Hiszen a hír nem vidám. Megfigyelők szerint lemosta a felkészületlen szocialista képviselőket Orbán Viktor azon a bizottsági ülésen, amelynek célja... Amelynek... Inkább magadban olvas, abban nem lehet baj. Mondd azt, hogy megszorongassák, azt mondd lehetne. Most komolyan mondom, én reggelente figyelem a csiszárt, hogy az hogy fejlődik. Na, amelynek célja éppen az ő sarokba szorítása. Én... Amelynek célja... amelynek célja éppen az ő sarokba szorítása és magyarázkodása kényszerítése lett volna. A Fidesz elnökét a strasbourgi beszéde miatt idézték a bizottság elé. Orbán Pityaner küldte el ki posztkommunista trükknek nevezte, hogy a kormánypárti képviselők kiforgatták a szavait. De most már sokat szó mondanak csődöt, de mi hívják oda, hogyha teljesen felkészületlenek? Csődöt mondjanak, gondolom én. De lassan az lesz a képviselő definíciója, aki semmire nem jó. Lassan. De mi hívják oda, hogyha nem készülnek fel? Most tényleg mondott félreérthető dolgot, most kicsit tapasztalhattam, milyen az embert félreértik, ugye? Gyurcsányt is félreértették, ugye? És elég jól megélnek belőle hónapok óta. És tényleg lemosta őket. Tartanak tőle. Én nem láttam. Tartanak. Na de nem kötelező oda hívnie. Nem, de valamiért ők úgy gondolják, hogy ez egy, legyen egy hír, hogy ők ezt észrevették, és ennek hangot akarnak adni. Na de ott az ehhez Orbán... képest megérkezik egy nagyon nagy formátú ember, más kérdés, hogy én egyetértek azzal, hogy ő a formátumát mire használja, de egy nagyon nagy formátú ember érkezik meg, és kevésbé nagy formátumú embereken azt látod, hogy pszichésen szoronganak tőle. Nem merik vele fölvenni a kesztyűt. Egyébként nem gondoljátok, hogy az utóbbi időben a Viktor egy kicsit keveset kommunistázik? Most behozta. De hogy érted, hogy fél óránként, vagy hogy? Nem tudom, hát itt Strasbourgban is azt mondta, hogy nem nyújt segédkezet semmilyen megfontolásból, hazug és csal a kommunizmus elkölcsiségét máig fel nem adó kormányzatoknak. És ha Pozsgaival, a Szűrőse meg a Csintalannal van, akkor nem kommunistázik? De most már kötőszónak használja a kommunistát. Már nem tud az ember erre mit mondani, nem, komolyan. Igen, olyan elavult, nem tudom. Az, azt kéne az a kommunista, akit kinevezünk annak. A romániai Doly megyében eljárást indítottak egy férfi ellen, aki vakságra hivatkozva kapott segélyt, amellyel sofőri fizetését egészítette. Én azt mondom, ha sikerült neki, akkor nem ő ellenek ellen eljárás. Most mi a baj, hogy vak vagy, hogy sofőr? Ez az igazgatókról volt, a Major Tamás, ugye, egy nemzeti szervezet igazgató volt, nagyon sok súlyos szemműtétje volt, emlékszel, rádiókabaréztünk vele, de utolsó műtétje előtt azt mondta a szemorvoság professzorról, én vakon megbízom magam. Na, akkor volt rádiókabaré? Hogyne. Jaj, Istenem, te jó ég! Ja, nem kellett volna feldobnom a témát, vagy nem, miért? Nem, hát nem azért, mert a Júci már az elsőben benne volt. Még az Audrey Árpáddal volt egy jó jelenet. Én neki köszönhetem, hogy itt ülő. A Majornak? Igen. De kár, hogy nem szok már vele beszélni. Hogy? Hát a testvérjásaimat, igen. Ő mondta el, és hát megdöbbentő volt. Képzeld, utána összecsapta a bokát, és azt mondta nekem, hogy köszönöm szépen. És nem tudtam, hova legyek zavaromba, hogy a Mario Tamás azt mondja. Képzeld, amikor ezek beszélgettek. Néztem a Mindentudás Egyetemét, és a szemről volt szó, és egy ragyogó hölgy... Én is akartam nézni, csak közben a Chelsea Barcelona ment, és inkább akkor... Kosaras volt azelőtt egy nagyszerű tudós, egy ragyogó hölgy mesélte. Nyilván magas. És mutatott egy paradicsomot, és kérdezte a... ott a hallgatóságot? A hallgatóságot kérdezte, hogy... Gyerekek, aki körülötte ül, segítse ki. Jó? Így nem fog menni, mert itt ülünk reggelig, igen? Kérdezte a hallgatóságot, hogy tudják-e, hogy a paradicsom miért nem lát. Na, te tudod? Eje ő. Mert nincs szeme. Mert úgyse tudna elmenekülni. De miért? Úristen, nem értem! De... Nem, hogy azért mondtam ő. Hát a futóbab se lát, és mégis tud futni. Hát ez hülyeség. Hogy nem olyan paradicsomnak azért
Nem látná, nincs. Mert azért van a szem, hogy vagy megegyünk valamit, vagy minket ne egyenek meg. Tehát azért fejlődött ki a tehát, szem. Azért láttuk. De például hát, éppen ezért van. Hát én nem azért... Tartok előadást, de nem. Hát ezért van az, nem kapcsolom be a tévét, csak menekülök. Hajós, az egész paradicsom ügyön, te sértődj meg. Az a lényeg. De kikérem magam, hogy hülyének néztek. Azért, mert a kukoricának van szeme, és ezzel is szuszfutnak. De paradicsom, hogy futna? Nem láttál még kukoricát? Hát ő vesz maga alá gazdát traktorral, és úgy ha tettél volna valaha kukoricát nyáron 40 fokban, nekem akkor mondod nem, meg se említenéd azt, hogy kukoricát. Nekem mondod ezt. Neked. Én, aki loptam 4 zsák kukoricát. Éjszakásban van élvezet. Balatonszemesen, hogy a barátaim egyenek, és utána azzal a 4 zsákkal vertek agyon, mert takarmány kukorica volt az egész. Mit tudom, hogy mi a különbség a két kukorica között? Délelőtt 11-kor júliusban a főznivaló kukoricát a 2,5 méter magasban. Fáról, kukorica fáról, evesi. Ez a sok városi itt körülöttem komolyan. De ne, te nem egy ilyen gazda igazgató vagy? Vagy egy ilyen... Nem, én egy rendes alföldi vagyok. A traktor színházban. Szentesi, nem szentesi? Nem szentesi. Nevezzük át a bárkát traktornak, és akkor a traktor színházban lehetnél. Amikor a Gablovói Humor Fesztiválra mentünk... Hova? Gablovóban van egy humor fesztivál. Hol van? Bulgáriában. Így kereste a térképen, azt mit nem tudok kimondani, Gablovó. Fálment a volat. Szófia, ezt! A címmel egy levágott farkú macska, mert állítólag a gablovaiak levágták a macska farkát, hogy hamarabb jöjjön be télen, hogy ne kelljen olyan sokáig nyitva tartani az ajtót. Ördöngősen jött le. Lehet érteni, miért ott van a fesztivál, érteni? És amikor mentünk oda, a Marton azt mondta, hogy itten, amikor volt a Szófiai Vitte, minden Vitten nagy műsorokat rendezett, akkor azt mondta, hogy itt rengeteg cseresznyefát ültettek, hogy a tikkat vándorok a szomjukat oltsák. Tikkat? Igen. És mi mint tikkat vándorok a szomjunkat oltottuk, és egy bolgár szerintem csősz volt, mert egy ilyen bottal rohant felénk, és így rázta a botját, és akkor a Sinkó megkérdezte, hogy mondd Fici, ez a csősz is tudja, hogy mi tikkat vándorok. Nem, még a paradicsomra jutott eszembe, hogy Ádám és Éva ott lébet szólnak, és akkor Éva megkérdezi Ádámot, szeretsz? Mire Ádám? Kit szeressek, b***d meg? Mikor volt utoljára vitt? Az ilyen világi kommunista ünnepség volt? Nem. Világi ifjúsági találkozó, miért lett volna nem. Az kommunista? Mert csak a kommunista országokból mentek el rá, de mindegy. Én amikor megnyertem a Kimit tudott, 1824-ben, és akkor ez volt, hogy a Szófiai Vitre kimehettünk, de akkor olyan részeg volt a magyar delegáció, hogy a végén volt egy fölves, fordítva vittük a magyar zászlót. Most átlátsám nem volt, csak ő tettek, hanem. Nagyon szép volt. Azt hitték, olaszok vagytok. Igen, olaszok meg magyar zászlót vittek, olyan részeget volt. Akkor így rendben volt a nemzeti. De hogy, hogy a delegáció is összehányos találkozó volt. Ja igen, azt tényleg. Jaj. Nem, csak tényleg. Ez mikor volt? Nem, mert meséltek nekem ez erről. Én a 68-as vitem voltam. Ez gyakorlatilag miről szólt aztán ez volt a... még 72-ben, aztán Kubában volt, tehát mindig a Kimit tud alkalmából volt, nem a Kimit tud miatt volt, hogy összesen mindig ezt kapták, hát nem is. Az én életem álma, hogy egyszer Kimit tud zsűri tag legyek. Nézd meg, Robi, bemutatom neked a vittet, jó? Egy szó nélkül. Ez egy utóbbi volt a szó. És ha akkor nem volt ilyen egyszerű akkor azért. Nem volt semmilyen nemi baj, éjsz meg ilyenek, nem volt tudod, semmi. Tudod, drágám, hát te is remekül nézel ki. Juki, nem volt a Vitten, te lószóval. Nem úgy értem. Mi? Én Vitt nélkül voltam. Egy tanulmány szerint a horkolás csökkenti a nemi vágyat. A felmérésben résztvevő hölgyek szerint a szexuális kapcsolatba lépést megnehezíti és lehetetlenné teszi a partner horkolása, mert a hangok... Mi van? Ez
Gyakorlatilag a közönség soraiban megdumálják, hogy ő horkol. Hát is. Na, mi hát, hogyha valaki csendben alszik, azzal lehet szexelni? Hülyeséget komolyan mondom. De előtte, utána vagy közbe? Hogy gondolod? Közbe. Vagy helyette? Vagy? Helyette, szerintem. Én sőt, utálom. Úgy is lehet szexelni, hogy te szexelsz és közbe horkolsz. Az a legnagyobb. Olyan szörnyűek ez. Az emlékezetből van. Még ez a hír? Kérem, a Laci hírt szeretne olvasni. Nem, mert a hangok hatására elmegy a kedvük a szextől. Ez volt az utolsó már. Ezért én segítettem neked, ezért a... Felolvasni, igen. Mit akarsz azzal a táblával? Azok undorítóak egyébként. Ezt egyszer szeretném, ha azt érnénk el legalább azért a bulvárvilágban, hogy ne ezek a mellébeszélések, hogy a horkolás, meg a nem tudom milyen gyökér fogyasztása. Az embert, a szexuális élet... Gyurcsán Ferenc, mondjon le! Az a lényeg! Hogy az ember a szexuális... A szexuális életében az embert legtöbbször a saját partnere akadályozza. Ezt egyszerűen merjük kimondani. Merjük azt kimondani. Azt mondod, hogy egyedül jobb? Merjük, nem egyedül jobb, hanem azzal jó, akivel szeretne. Szexelés közben is merjünk nagyokat álmodni, de közben mondjunk le! Ez a lényeg! Jegyet rendelni a 061-788-54-01-es telefonszámon lehet, a 1117 Budapest Oszorúz 40, a folyamatosan című, mert nem költözünk. A teletek 637-es oldalát nézzék meg, írjanak levelet a hetetes.rtlklub.hu e-mail címre, és nézzék meg a www.rtlklub.hu cím alatt található weboldal. Találkozunk egy hét múlva, köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra!